A középmezőnyhöz tartozó MAFC ellen lendületesen kezdett az Éllovas NKS, az első negyedet 31-18-ra nyerték a hazaiak. A második 10 perc szorosabb volt, de a fiatalokat pályára küldő nyíregyháziak abban is jobbnak bizonyultak egy ponttal fővárosi ellenfelüknél. A nagy szünet után ismét felpörgött a házigazda, aminek egy 19 ponttal megnyert játékrész lett az eredménye. A záró negyedben tovább nőtt a két csapat közötti különbség, végül 38 ponttal győzött a kosársuli. Mi nem váltottunk védekezni, ez a végemberfogást fogtunk, mert ugye ezzel annyira sakban tudtuk őket tartani, és annyira nem tudták megoldani. Nekünk meg jó volt, mert gyakoroltuk azt, hogy a kinti dobásról hogy nem tudunk odaérni, mert ugye szinte minden három pontos dobást, amit elengedtek, azt mi lazán elvédtük, tehát egyedül abból tudtak pontokat elérni. Nekünk viszont annak jól működtek a támadásaink, tehát volt úgy, hogy sima egyszerű játékból, tehát palánk alatt tiszta zicsereket tudtunk dobni, de szerzett labdáink voltak. Én azt hiszem, ez egy ilyen felszabadult, jó kis mérkőzés volt. Ugye késő esti volt, mert 7:30-kor kezdtük a mérkőzést, és még után maradtunk egy kicsit mikulásozni, tehát ez egy ilyen ünnepi hangulatban telt mérkőzés volt. Farkasinszki Orsolya a szokásosnál kevesebbet, 24 percet játszott, igaz, ez alatt az idő alatt is 17 pontig és 7 lepattanóig jutott a center. Én a többi mérkőzésen is szívesen átadnám már a helyemet a fiataloknak, ez az utolsó mérkőzés pedig megengedhette azt, hogy akár kompletten akad egy sorunk is pályán lehessen, és tudták bizonyítani azt, hogy nekik helyük is keresnivalójuk van ebben a bajnokságban, mert nagyon szépen ügyesen játszottak. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 9 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 8-1-es mutatóval rendelkező Szegedet és a 7-1-el álló Vasas Akadémiát. Az NKS hétfő Miskolcon a HEP Kupa negyeddöntőjében a DVTK U23-as csapata ellen lép pályára.